Evangélium Szent János könyvéből. Az utolsó vacsorán Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha ismernétek engem, atyámat is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek őt és látjátok. Fülöp megjegyezte. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Jézus így válaszolt. Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, az látja az atyát is. Hogyan mondhatod hát, mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed talán, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt, még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az atyához megyek. Bármit kértek majd nevemben az atyától, megteszem nektek, hogy az atya megdicsőjön a fiúban. Ha pedig tőlem kértek valamit a nevemben, azt is teljesítem. Ezek az evangélium igéi.